Géppel csiszolták a kerítést, kézzel tisztították a mászókát, valaki pedig már a kezelt felületet festette. Ezeket a munkákat a Rotary Klub Moson-Magyaróvári szervezetének tagjai végezték kedd délután a Családsoron található játszótéren. A tavalyi évben ugyanis a Nemzetközi Rotary Klub céljai közé tűzte ki a klíma és környezetvédelmet. Ehhez csatlakozik a Moson-Magyaróvári Klub is, aminek keretében a városban több programot is megvalósítanak. A Rotary Klub Moson-Magyaróvár a korábbi szemétszedési akciókat követően továbbra is elkötelezett híve annak, hogy a város szépítse-építse. Barátaimmal azért vagyunk itt, hogy ezt a játszóteret egy kicsit helyrehozzuk, helyrepofozzuk, kifessük. Ez gyakorlatilag nem csak a korábbi programokra kapcsolódik, hanem a Rotary tavaly évben megfogalmazott klímakörnyezetvédelmi fő-fő egyik fókuszához is. A Rotary Klub a küldetései között szerepel, hogy tagjaikat megismertesse a klímaváltozás és környezetvédelem problémáival, és cselekvésekre ösztönözzenek egyéni és klub szinten is. A klubokon keresztül pedig a közösségeknek szerveznek majd programokat a szemléletváltás témakörében. A Moson-Magyaróvári Rotary Klub a várossal közösen több programban is részt vett már, ilyen többi között az autista ház megvalósítása, az augusztus 20-ai halászléfőzés keretében szervezett és az adventi adománygyűjtések. Az önkormányzat folyamatosan végzi a játszóterek felújítását és a nem megfelelő játékok cseréjét. Ez a munkafolyamat ütemterv szerint történik, és több időt vesz igénybe. Egy-egy ilyen összefogás azonban nagy segítséget jelent. Ők szabadidejükben, munka után idejöttek és elkezdték felújítani ezt a játszóteret, és hogyha megnézzük, hogy milyen munkát végeznek, akkor nem csak az van, hogy gyorsan bekenjük, hogy látszódjon valami, hanem tényleg alaposan, nagyon alaposak ebben a munkában. Végigcsúszolják az összes faszerkezetet, és utána bepácolják. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg egy minőségi munkát végeznek, és ezzel tényleg nagyon hasznosak tudnak lenni a város lakók számára elsősorban. A Rotary klubok a klíma és természetvédelem keretében több programot szerveznek az ország egész területén a jövőben, többi között parkok örökbefogadását, felültetési akciót vagy éppen edukációs tevékenységet szerveznek majd. Ezekhez hasonló programok megszervezését a Rotary Klub Moson-Magyaróvár is tervezi a jövőben.